Van-e boszorkány a Macbethen túl? Hogy ne lenne, nem is egy. Operák, fő és mellékszereplői, szimfonikus művek ihletői, varázslatos kreatúrák ők, akik, ha úgy hozza a sors, a való világban is megjelennek. A Muzikális Bestiák című sorozattal egy, hát mondjuk egy tartós kapcsolatot alakítsunk ki. Én zenetörténész vagyok. A zenetörténetről igyekszem valamilyen egészen extra módon és extra megközelítésből beszélni. A Muzikális Bestiák cím az tulajdonképpen olyan túlvilági lényekről szól, akik szerepet kaptak a zenetörténetben. Tündérekről, boszorkányokról, óriásokról, törpékről, és ezen a látó szögön keresztül figyelem én az egész zenetörténetet, hogy ezek hogy jelentek meg az egyik vagy a másik korban. Erről igyekszem egy szórakoztató, ismeretterjesztő, kultúr- és zenetörténeti előadást tartani. A mai az nyilvánvaló, hogy a kedvencem, nem véletlenül ez a nyitó előadás, ez a boszorkányokról szól. A boszorkányokat elképzelhetjük úgy is, mint népmesei alakokat, amikor nem tudom, gyerekkorunkban olvastuk a mesekönyvekben a vasorrú banyát, aki fekete ruhában van, nagyon csúnya, nagyon van, fekete kalapban van és seprűn röpül, az a népmesei változat. De a boszorkányok megjelennek az irodalomtörténetben, zenetörténetben is. Például nem szabad elhanyagolni azt, hogy az európai kultúrtörténetnek az egyik legszomorúbb fejezete az volt, amikor a boszorkányokat üldözték, olyan embereket üldöztek, akiknek tulajdonképpen ahhoz a boszorkánysághoz, amit az emberek elképzeltek róluk, semmi közük nem volt. Szóval egy kicsit tragikus is ez a mostani előadás, egy kicsit vidám is, de mindenképpen reményeim szerint boszorkányügyileg és zenetörténetileg informatív. Azzal szoktam kezdeni az előadást mindenhol az országban, hogy van-e itt boszorkány. Eddig még nem volt példa arra, hogy ne tette volna föl valaki a kezét. Azonban, ahogy ma a boszorkányokról beszélünk, az egészen más szerencsére, mint a 15, 16, 17. és még a 18. században. Nem, ez már valami egészen más dolog, és mindenki megmarad a vicces boszorkány szinten, amikor azt mondják valakire, hogy ó, te már megint megmondtad, hogy mi fog történni. A boszorkányoknak mindenféle tulajdonsága van. Az egyik tulajdonság, amiről az előbb is beszéltem, az, hogy meg tudja mondani a jövőt. A jövendő mondás az a zsidó-keresztény kultúrkörben, vagy hiedelemvilágban egy tiltott dolog volt. Persze voltak olyanok, akik meg tudták mondani a jövendőt, de azok az Istennek a felkent prófétái voltak. Azokra szabadott és lehetett hallgatni. Voltak azonban olyanok, akik nem az Istentől kapták az információt, és mégis meg tudták mondani. Ezt például az egyház, teljesen mindegy, hogy most a zsidó egyházról vagy a keresztény egyházról beszélünk, ezt tiltotta. És van például egy olyan jelenet, Saulnak az esete, amikor Saul király kinéz reggel az ablakon, és azt látja, hogy a filiszteusok serege ott áll a határnál, és le fogják őket tiporni. És akkor próbál a prófétától megtudni valami információt, de nincs próféta. Az álmában sem jelent meg neki az úr, nem tudja, hogy mit kell csinálni. És akkor azt mondja, hogy gyerünk, küldjünk el valakit egy boszorkányhoz, és elmennek az endóri boszorkányhoz, aki megidézi neki Sámuel királyt. Sámuel király föl van háborodva, hogy mit háborgatják őt a nyugalmában, és akkor Saulnak elmondta, hogy hát az úr már megmondta neked egyszer, hogy itt vége az egésznek. És akkor Saul meg hanyatt esik, összeesik. Ennek van például egy gyönyörű megzenésítése. Henry Purcell a 17. században három hangra írt ebből egy 8 perces, nem tudom én micsodát, nem kantátát, három hang és néhány pilinszkázó vonós hangszer, és olyan drámai hatása van ennek a jelenetnek, hogy és senki nem ismeri. Tehát az egyik legfontosabb dolog, hogy olyan zenéket is tudjak mutatni, amiket az emberek nem ismernek. Aztán ott vannak a további jövendőmondók, a Sibillák például, a müncheni udvar számára Orlando di Lasso komponált egy ilyet, szóval hemzsegnek a boszorkányok a zenetörténetben, csak meg kell őket találni, föl kell őket fejteni, beszélhetnék Médeáról, Kirkéről és a többiekről a görög mitológiában, úgyhogy bőven van itt mit a tejbe aprítani. Szeretném azt, hogy az emberek egy kicsit, hogy mondjam, mint egyfajta mesevilágra is néznének a zenetörténetre. Most látom, hogy egy csomó 18 év alatti lesz az előadáson. Hát akkor elég sok mindent ki kell hagyjak belőle. Na mindegy, hát ezzel majd valahogy megbirkózunk. Például van benne egy rész, 1233-ban Gergely pápa hozott egy enciklikát, vagy írt egy enciklikát, amiben le volt írva, hogy a luciferiánusok, azaz az ördögimádók, hogyan is tisztelik az ördögöt. Ugye a boszorkányokkal a legnagyobb probléma az volt,
hogy azt fogták rájuk, hogy szervezetten működnek. És mindenfélét kitaláltak, hogy hogyan imádják az ördögöt, milyen szertartás keretén belül. És a szertartások mindig is valami orgiába torkollottak. De most ezt ilyen orgiasztikus dolgokat elmesélni, hát majd megpróbálom körülírni, vagy reméljük, hogy nem ismerik a fiatalok ezt a szót, hogy orgia. A boszorkányokról általában úgy tartjuk, hogy nőneműek. Ez nem jelenti azt, hogy például a boszorkánypereknek ne lett volna férfi áldozata, sőt, még gyerek áldozata is volt, de nem ez a jellemző. Egy idő után a boszorkányokat általában, hogy mondjam, a nőkkel azonosították. Sajnos. Nagyon vágyom arra, hogy ez az előadás mély nyomot hagy az emberekben, de nem tragikus módon, hanem olyan módon, hogy a komoly zene az nem annyira komoly, mint amennyire mi gondoljuk. Ez nem egy ájtatos, egy kenetteljes valami, hanem mosolyogva lehet hallgatni zenéket. Érdemes elindulni egy ilyen felfedező útra, hogy micsoda kincseket rejteget a zenetörténet számunkra, és ha még olvasni is lehet róluk, hát az egyszerűen lefegyverző lehet. Szeretnék egy ilyen szellemi élményt, vagy egy ilyen szellemi élménynek a lehetőségét szeretném fölvillantani a közösségnek. És hogyha ez sikerül, akkor nem jöttem hiába.